A Nedarim traktátus 63-as lapja fog ma következni, a 62-es lap végén tartunk, és továbbra is különböző időmeghatározásokról van szó. Valaki azt mondta, hogy adott időpontig ő nem csinál ezt, vagy nem csinál azt. Itt voltak egyszerűbb esetek, amikor valaki egy konkrét dátumot mondott, de a misna végén volt egy olyan kitétel is, hogyha valaki azt mondja, hogy ez vagy az tiltott legyen a számomra az esőkig, vagy addig, amíg esők nem lesznek, vagy addig, amíg esők nem lesznek, akkor ezekben az esetekben az eső, meg az esők az a második esős időszakra vonatkozik. Amikor a második esős időszakban az eső megérkezik. Ezt mondja Tanakáma. Beszéltünk róla, hogy három esős időszak van, ezekről konkrétabban ma fogunk részletesebben beszélni. Három időpont, amikor várjuk az esőt az ősz elején, és ráadásul három vélemény van ennek kapcsán, hogy mikor van ez a három időpont. Azt mondja a Tanakáma, hogy amikor az esőkről beszélek többes számban, az már a második időszakra vonatkozik, nem az elsőre. És azon belül is nem magára csak az időszakra, hanem hogy az eső effektív le is essen. Van egy ideálisnak tartott időpont, amikor a második esőnek le kéne esnie, de nem feltétlenül esik akkor le. Ha valaki azt mondja, hogy addig, amíg meg nem jönnek az esők, akkor úgy kell ezt érteni, hogy amíg a második időszak esői le nem hullanak. Ezzel szemben abban Simon Gamliel mit mondott? Nem az a kérdés, hogy lehullott az eső vagy sem, hanem ha eljött-e az az időpont, amit ideálisnak tartunk a második esős időszaknak. Ha eljött ez az időpont, akkor is, ha nem estek le az esők, akkor már benne vagyunk az esőkben, és ezért ha valaki azt mondta, hogy az esőkig nem csinálok ezt vagy azt, akkor az ebben az esetben létrejön. Oké. Amar Rabbi Zeira, machloikes de amar adak shamim, aval amar ad hagesem, ad zman gishamim kama. Azt mondta ennek kapcsán Rabbi Zeira, hogy mikor van ez a vita Tanakáma és Rabban Shimon Gamliel között arról, hogy effektív az esőnek le kell hullania, vagy az esős időszaknak kell időpontban eljönnie, akkor, hogyha valaki azt mondta, hogy ádak shamim, az esőkig. Ha viszont valaki azt mondta, hogy az esőig, nem többes számban, hanem egyes számban, akkor az mindenképp az időpontot jelenti, és nem pedig effektív azt, hogy az eső le is hullott. Tehát még egyszer. A misnában, amikor azt mondta valaki, hogy az esőkig, nem csak ezt vagy azt, akkor vita van a Tanakáma és Rabban Shimon Gamliel között, hogy ez mit jelent? Az esők időpontját, vagy az esők lehullását? Tanakáma szerint az esők lehullását, Rabban Shimon Gamliel szerint az esők időpontját. Rabbi Zeira itt azt mondja, hogy ez a vita csak akkor van, ha többes számban mondta esők. De azt mondta, hogy eső, akkor az mindenképpen az eső időpontját jelenti, és nem a nem magát a eső hullást. Oké, most azért, hogy könnyebb legyen megjegyeznünk, gyorsan a táblát használatba fogjuk venni. Holnap is papír kell. Hihetetlen. Elveszett a papír. Hol a papír? Nincs papír. Oké. Oké. Tehát ugye azt mondtuk, hogy van három időpont, sajnos nyilv és lisisz. Az első egy, az első eső, a második eső, és a harmadik eső. Ennek kapcsán három vélemény van,
hogy melyik mikor hullik. A három vélemény a következő kép néz ki: Rabbi Meir, Rabbi Huda és Rabbi Yossi. Rabbi Meir, Rabbi Yehuda és Rabbi, de szépen írok, Rabbi Yossi. Ugye, mit mond Rabbi Meir? Rabbi Meir azt mondja, az első esőnek az időpontja az Hesván hónap harmadika, Hesván 3, a másodiknak az időpontja az Hesván. Ugye Hesván hónap az, ami rögtön a őszi ünnepek után következik. Hesván 7, és a harmadik időpontja az Hesván 23. Ehhez képest Rabbi Yehuda azt mondja, hogy az első az Hesván 7, a második az Hesván 17, a harmadik az Hesván 23. Ehhez képest Rabbi Yossi azt mondja, hogy az első az 17, a második 23, és a harmadik az Kiszlév Rosh Chodesh-e, tehát mondjuk azt, hogy Hesván 30. Ez a három vélemény van. Oké, akkor nézzük. Meisvei, Ezeus Manasa Levia, Habichira, mikor van az első időpontja? Bishloisha, harmadikán. Beinonis, Beshiva, a másodiknak hetedikén. A Feilu Beszlimes Laisha, az utolsónak pedig 23-án. Dévre Rabbi Meir, ez Rabbi Meir véleménye. Rabbi Huda Oimer, Rabbi Huda szerint, Beshiva 7-én, Beshiva Aszar 17-én, Uve Eszrim Beslaisa és 23-án. Rabbi Yossi szerint, Beshiva Aszar 17-én, Eszrim Beslaisa 23-án, Uve Eskhaides Kiszlej és 30-án Kiszlej Eskhaideskor. Hénel Rabbi Yossi Oimer, én a Yechidim Misz Anin, Atseg, Jara Eskhaides Kiszlej. És ezért mondta azt Rabbi Yossi, hogy a magán jellegű böjtöt, azt nem kell elkezdeni, csak 30-án. Ugye volt erről szó a Táni traktátusban, hogy vannak ezek a közösségi böjtök, hogyha nem jön az eső, és ezeknek az időpontja mikor kezdődik, a legvégső időpont az az utolsó, ha még mindig a harmadik esős időszak idején nem jött meg az eső, akkor már az egyének is el kell, hogy kezdjenek, egyedül is el kell kezdeni böjtölni, és nem csak közösségi módon böjtölni. Ha az első idején nem jött eső, akkor közösségi böjtöt hirdetnek. Ha az utolsó, a harmadik idején nem jött meg az eső, akkor már egyénileg is el kell kezdeni a böjtöt. Oké? Okay? Eddig stimmel? Nem olyan komplikált egyelőre. Van rinalala. Most a következőt mondtuk ennek kapcsán. Bishleimadi reviari sajna li saj. Ugye az első, miért kell meghatározni az esőknek az időpontját? Az első eső időpontját értem, hogy miért kell meghatározni. Miért? Mert az az időpont, amikor el kell kezdeni kérni az esőt. Amikor közösségileg elkezdjük kérni az esőt. Nem feltétlenül bejutunk, hanem elkezdjük kérni az esőt. Ez az első időpont. A harmadik időpont az azért van, mert elkezdünk böjtölni. De miért kellett meghatározni a középsőt? Snialemáj. Mi értelme van annak, hogy beszéljünk arról, hogy a második eső időpontja az mikor van? De amár a bizéra, és erre azt mondta a bizéra, de azért van erre szükség, mert ha valaki fogadalmat tesz, és azt mondja, az esőkig nem csinálok ezt, vagy azt, akkor az a középső, a második eső időpontjára vonatkozik. Tehát valójában ezeknek az esős szakaszoknak, vagy időszakoknak a meghatározása, ez
Ez azt a célt szolgálja normálisan, hogy tudjam, hogy mikor kell imádkozni az esőért, és hogy tudjam, hogy mikor kell kezdeni a böjtöt, ha még mindig nem hullott le az eső. Ah, Salomke! Jó reggelt kívánok! Hogy mikor kell imádkoznom az esőért, és hogy mikor kell elkezdeni a böjtöt. De mi szükség van a középső, a második időpontra? Az elsőnél kezdem az imádkozást, az utolsónál kezdem a böjtöt, amíg mindig nem hullott, akkor mi közös szükség van a középsőnek? Ez a bizéra azért, mert ha valaki azt mondja, hogy az esős időszakig nem csinálok ezt vagy azt, az mire gondol a második időszakra? Oké, most. Brindan a la, aki mána az la, de tánya. És ennek kapcsán azt is mondtuk. Kinek a véleményét követi az, amit a következőkben tanultunk? De most simegem léle, öjmer, samim siardu, siva jamim, zeáhaze, át a mai nem bajni, viri, sajnos nia. De most simegem léle azt mondta, hogy ha 7 napon át esik az eső, elkezdett esni az eső. És 7 napon át esett az eső, akkor azt már úgy tekintjük, hogy az első és a második esős időszak is betelt. Kinek a véleménye szerint lehet, működik ez? Nézzetek a táblára. Jogos, itt ő Rabbi Jasszit mondja. De azt mondja a kommentár, hogy azért Rabbi Jasszi és nem Rabbi Meir. Ugye Rabbi Yehuda az világos, hogy miért nem, mert neki az első és a második között 10 nap van. Tehát a 7 nap az nem elég arra, hogy beszámítsam az elsőbe és a másodikba is. De Rabbi Meir pedig kevesebb, mint 7 nap van. Nem világos nekem teljesen, hogy ez miért nem lehet akkor a Bimeir is. Értem. Azért, mert Rabbi Shimon Gamliel itt mondott egy novumot. Ha igaz lenne, hogy Rabbi Meir véleményét követi, akkor nem azt mondta volna, hogy ha 7 napon átesik az eső, akkor beleszámolod mind a kettőt, az egyest meg a kettest. Ma azt mondta volna, hogy ha 4 napon átesik az eső. Ennyi. Ilyen egyszerű. Tehát akkor kinek a véleménye szerint megy ez? Rabbi Jasszi véleménye szerint. Most mit látok ebből, hogy Rabbi Shimon Gamliel az esős időszakok eljövetelét azt az eső eséséstől teszi függővé. Mert mit mond? Ha elkezdett esni az eső, akkor az egyes meg a kettes időszak is valóra vált. De mikor? Hogyha elkezdett esni az eső? Itt meg mit mondott Rabbi Zeira, hogy Rabbi Shimon Gamliel bizonyos eset, Rabbi Shimon Gamliel az időpont nem is az ére a probléma, hanem a Misnában pedig mit mondtunk, hogy vita volt annak Kámesem Sömingem Lél között, hogy az elsős időszak eljövetele a fogadalmak kapcsán az a eső hullásától, vagy az eső időpontjától függ. Mit mondott annak Kámesem, hogy az eső hullásától? Mit mondta Sömingem Lél, hogy az eső időpontjától? Érdelek? Még egyszer. A Misnában az volt, hogy a bölcsek, és tehát annak Kámesem Sömingem Lél vitatkoznak, hogy az esős időszak eljövetele az időpont vagy esőhullás. A Tanakáma azt mondta, hogy az a esőhullás, de most még a Mléla azt mondta, hogy az időpont. Ebben a brájtában pedig úgy tűnik, hogy a Simon meg a Mléla is azt mondja, hogy ez az esőhullás és nem az időpont. Ugye, mert mit mondunk? Ha esett az eső 7 napon át,
akkor az egy első meg a másik időszak is elérkezett már. Mi erre a válasz? Ha Uda Amár, Ádak Samim. Azt mondja, a különbség az az, hogy mit mond, hogy az esőkig, vagy az esőig? Ugye, ha azt mondja, hogy esőkig, akkor van vita abban, hogy ez az időpont, vagy az esőhullás, amiről meg mi ez erről beszélt a mi misnánk, és ami a Brájtában van szó, az meg az eső. Az eső pedig az mindig azt jelenti, hogy belebonyolódtam. Ácsé, a Huda Amar Adak Samin. Még egyszer. Mit mond? Azt mondtuk, hogy a Tana Kama szerint az eső, mit jelent az esőkig? Tana Kama szerint az azt jelenti, amikor hullik az eső, de van Simon meg Gamliel szerint meg azt jelenti, hogy az eső időpontja elérkezett. Akkor van egy brájtánk, ahol pedig de van Simon meg Gamliel is úgy tűnik, hogy azt mondja, hogy az eső hullás az, ami a lényeg. Hogyan lehet ezt az ellentmondást feloldani? Úgy, hogy azt mondja a Talmud, ha hú de amár, Ádak Somim, a Brájta az arról beszél, hogy esőkig, és az esőkig többes számban az, ahol Rabbi Shimon Gamliel szerint is esőhullásról van szó, itt pedig arról van szó, hogy esőig, és az esőben, hogyha csak egyes számban van, akkor az a Tana Kama szerint eső hullást jelent, de most még Gamliel szerint az eső időpontját jelenti. És ha jól értem, akkor ez pont fordítva van, mint amit Rabbi Zeira mondott, mert Rabbi Zeira azt mondta, hogy az esőkig az abban az esetben van vita, hogy az eső hullás vagy eső időpontja. Ha egyes száma van, akkor ért egyet mindenki, hogy az eső időpontját jelenti. Ez egy kicsit eltér attól, amit Rabbi Zeira mond, de a logika az hasonló, hogy különbség van a között, hogyha egyes számban, vagy hogyha többes számban hangzott ez el. Oké, megyünk tovább. A következő misna azt mondja, kajnem se inni tajim sana, nincs ábra sana, mi van akkor, valaki azt mondta, nem kóstolt bort egy éven át, és szökő év lett, akkor 13 hónapon keresztül nem szabad-e, vagy 12 hónapon keresztül nem szabad-e bort kóstolni. Azt mondja, a misna, asszur baudi bura, akkor a szökő hónap is beletartozik az évbe. Ádra is ádor. Most ennek kapcsán, hogy amikor szökő év van, akkor két ádár van, ugye? A 12. hónap ádár, és abból azt duplázzuk, csinálunk egy 13. hónapot. Akkor ilyenkor van ádár 1 és ádár 2. Most, ha valaki azt mondja, hogy én ádra is ádar, ádár elejéig, ádára skajdesig nem iszom bort, akkor az ádára isaj, akkor az az első ádár elejét jelenti. Tehát hiába van szökő év közben, nem a második ádár elejéig tart a fogadalom, hanem az első ádár elejéig. Ha viszont azt mondja, hogy átszajfádár isaj, bocsánat, ha pedig azt mondja, hogy ádár végéig, akkor az is
az első Ádár végét jelenti, és nem a másodikat. Most ugye ebből mi az érdekes, hogy általában mit szoktuk mondani, hogy ha két Ádár van, akkor melyik Ádár a lényeg? Mikor tartjuk a Purimot? A másodikban. Itt meg mit mond, hogy mind a két esetben akár az Ádár elejére, akár az Ádár végére hivatkozik, az mindig az első Ádár. Akkor hogy áll ez össze? Álmaztam, a dádarka, ammár risin. A mislánkból úgy tűnik, hogyha valaki csak annyit mondta, hogy Ádár, akkor az az első Ádárt jelenti. Lémom ezt nisztén, Rabbi Yehuda, akkor ezek szerint a mi mislánk Rabbi Yehudát követi. Miért? Mert van egy vita Rabbi Yehuda és Rabbi Meir között az Ádár kapcsán. De tánya, Ádár risin kajszev, Ádár risin, Ádár séni kajszev, Ádár stam, Rabbi Meir. Rabbi Meir szerint, ha két Ádár van, és ezt egy dokumentumban hivatkozunk a dátumra, akkor az első Ádárnak hívjuk, a másik Ádárt sima Ádárnak. Tehát Rabbi Meir szerint melyik az igazi Ádár? A második. Rabbi Yehuda Meir, Ádár isen kajszef stam, Ádár séni kajszef tinajon. Rabbi Yehuda szerint pedig fordítva az első Ádáról ír úgy, hogy Ádár, a másikról úgy ír, hogy második Ádár. Tehát szerint akkor melyik a lényeg? Az első Ádár, akkor ez szerint a mi mistánk, az Rabbi Yehudát követi. Miért? Mert a mi mistánk is mit mondott? Hogyha az illető úgy fogalmazott, hogy az Ádárig nem csak ezt vagy azt, az az első Ádárt jelenti. Amar Abaye, a filu téma Rabbi Meir, ha de jad, de mábra sáta, ha de jad. Azt mondja, hogy Talmud, hogy? Nem, de lehet, hogy fordítva, lehet, hogy a Ádár 2 van minden évben, és Ádár 1 van csak szökében. Hol van a betoldás? Melyik az igazi? Az Ádár 2 a betoldás, és az Ádár... Mi történik? Van 12 hónapom. 13. hónapot rakok be, vagy eltolom a 12-et, és a 11 és a 12 közé berakok egyet. Érted? Most ugye, akkor a mi mistánk mit mondott, úgy tűnik, hogy Rabbi Yehuda véleményt kérdez. Hát amúgy nem, mert ez lehet, hogy Rabbi Meir véleménye is. Lehet, hogy Rabbi Meir mikor mondta azt, hogy az Ádár hivatkozás az a második Ádárt jelenti, akkor ha már tudtad, hogy szökőév lesz, de ha nem tudtad, hogy szökőév lesz, akkor az első Ádár szerinte is az amire Ádárként hivatkozol. És a mi mislánkban, ugye amikor fogadalmat teszel, akkor nem tudtad még, hogy két Ádár lesz, és lehet, hogy ezért mondjuk azt, mivel nem tudtad még ezért, amikor Ádárt mondtál, az az első Ádár. Ugye logikus is különben, ahogy te is mondod. Én arra gondoltam, hogy Ádárig, az azt jelenti, hogy akkor amíg eljön az Ádár. Én nem gondoltam arra, hogy majd lesz még egy Ádár. Oké, de hatánya. Ezt erősíti az is, amit tanultunk egy másik helyen. Ádros kajdes Ádár, Ádros kajdes Ádár ölisein. Hogy ha valaki azt mondja, hogy Ádár elsőjéig nem csak valamit, akkor az az első Ádár elsőjét jelenti. Ma is sajnálom, hogy beresz Ádár elsőjéig, és Ádár elsőjéig. Ha pedig szökély volt, akkor ez a második Ádár eleje. Miklál de reysa lábdömú beresz aszkinan, akkor hogyan kell ezt érteni? Úgy, hogy az eleje talán nem szökévről szól, nem jelenteti ezt, hiszen úgy fogalmaz, hogy első Ádár. Akkor melyik az igazi Ádár? Úgyhogy egy brájtán belül egyszer azt mondja, hogy az Ádár az az első Ádár, aztán azt mondja, hogy az Ádár a második Ádár, akkor hogyan lehetséges ez? Smájvina, hanem sitelejt mábra sata, hanem lejada. Az a különbség, hogy az egyikben arról van szó, hogy tudta, hogy lesz szökőév, ilyenkor az Ádár az a második Ádár. Ha nem tudta, hogy lesz szökév, akkor az Ádár az az első Ádár. Oké, megyünk tovább. Következő misna, megint csak ilyen időpont meghatározásokat mond, de mi Huda Aimer, Kainem Jánisani, se én ütöim átseje Peszach, valaki azt mondja, hogy nem kóstolok több bort Pészachig, akkor a Pészach mit jelent? Mindenképp Lönyis Káven az eladlél Pészach, átsorsabb ne adom, de nekem ne adom is tesz Ján, mindenképp ő a szédelestére gondol. Tehát amikor azt mondja, hogy Pészachig nem iszom bort, akkor az Pészach bejövetelét jelenti. Miért? Addig, amíg az emberek nem szoktak inni bort. Ja, Pészach szédel este, muszáj inni bort. 4 pohár bor?
De miért? Mert az ember teljesen érthető a kontextusban. Itt is ugye már többször volt róla szó, hogy a fogadalmaknál a kontextus számít, itt is a kontextus a lényeg. Ő, amikor azt mondja, hogy nem iszok Pészachig bort, akkor nyilván arra gondolt, amíg nem szoktak inni bort az emberek, az a széder este. Amár kainem baszasáim, taim, ácsiátszaim, én azt mondja, elalád lejlátszaim, mert valaki azt mondja, hogy nem eszek több húst a böjtig, Jom Kippur böjtig. Akkor nem a böjt végére gondol, hanem a szudamáv szekeszre a utolsó böjt előtti étkezésre, amikor az emberek szoktak húst enni. Akkor arra gondolni, hogy addig nem eszek, de akkor már ehetek. Itt is a kontextus meghatározó. Rabbi Jöjszi Bnöj Oimer, Rabbi Jöjszi a fia, Rabbi Judának azt mondta, Koinom a sumsani tojom áskel sábsz. Ah, Gáborunk mondta ma reggel az ima után, a reggeli közül imádja a hagymát és a fokhagymát. Nos, akkor itt is erről van szó, valaki azt mondja, nem eszek több fokhagymát, sábeszik. Ette a fokhagymát, de már mindenki mondta, hogy ez a fokhagymát túlzás. Jó, többet nem eszek, sábeszik, nem eszek több fokhagymát. Mondta péntek délután. Ezt csak én mondom. Mondta valamikor hétközben. Akkor mit jelent ez? Én azt mondja, hát lényeg a sábesz? Akkor az csak péntek estig értette, nem a sábesz délig, vagy sábesz. Miért? És elvágysak, de mi adom, elhamosunk? Mert az emberek péntek este szoktak fokhagymát enni. Miért? Miért szoktak? Miért szoktak az emberek péntek este fokhagymát enni? Nincs semmifajta árukapcsás, ne esvére Gábor, mert potencia növelő. Ugye tanultuk többször, hogy péntek este legyen elég potencia, ezért szoktak, ezért mondták a bölcsek, hogy helyes dolog fokhagymát enni péntek este. Akkor valaki azt mondja, hogy nem eszek több fokhagymát sábeszig, akkor az azt jelenti, hogy nem eszek több fokhagymát péntek estig. Oké, kedves barátaim, most olyan két olyan eset lesz, és ezzel fogjuk befejezni a három olyan eset, és ezzel fogjuk befejezni a fejezetet és a mai tananyagot is, akkor valaki, Tamás szerint nem potenciál növelő, hanem vágyfokozó. Skajak, Tamás. Szóval, három olyan eset is lesz, amikor valaki fogadalmat tesz, és a fogadalom kontextusa annyira egyértelmű, hogy nem gondolta valódi fogadalomként, amit mondott, hogy még feloldozást se kell kérnie a Bézdintől. Volt már ilyenünk, ebből már idéztünk egyszer korábban. Ha valaki azt mondja, hogy imelech a vejraj, kainom s'ani nehenne lecho, im én átob bo nöjtele van echo köj echot sel chitinu stécha vieseljáj. Soha többet semmilyen hasznot nem fogok belőle venni, ha most nem jön ide a fiad, és nem fogad el ajándékba tőlem két hordóbort és egy kosár búzát. Hát ez jól a félszínűsülő alpi hacham, akkor ez később a fogadalmát megszegeti. Tehát azt mondja a Gábor a Pistinek, Pisti, soha többet semmit nem fogadok el tőled, ha most azonnal nem jön ide a fiad, és nem fogadja el tőlem az ajándékba ezt a két hordó bort, vagy nem tudom. Akkor később a Gábor feloldozhatja magát ezzel a fogadalom alól, különösebb baj nélkül. Miért? Mert egyértelmű, mivel jaj már, klumla a Márta elomipnék vajdi, zeuk vajdi, mert mit tud mondani a Pisti neki? Gábor, tudom, hogy nem gondoltad komolyan, amit mondtál. Miért mondtad? Azért, hogy megad nekem a tiszteletet, ugye? Hogy a kóvedet nem gondoltad komolyan, soha többé nem fogsz több belőlem hasznot húzni. Csak meg akartál tisztelni, hogy akar, hogy a fiat fogad, ráved úgymond a fiamat, hogy vegye el tőled az ajándékot. De az én kóvedem éppen az, hogy én nem fogadok el ajándékot. Ez az én kóvedem. Úgyhogy teljesült, amit akartál, nem kell aggódni. És akkor valóban a kontextus az ilyen. Úgyhogy az arra enged következtet, hogy valóban így van. Úgy beindult a diskurzus a fokhagymáról. Szevasz Kálmár, jó reggelt! Oké, megyünk tovább. Kéne ajmenek a vére, hogy kaj nem sárt ne enneszni, im én átobban nőszön vni, kaj se hadim, és téha vieseli. Jaj! Most egy fordított eset van. Azt mondja Gábor a Pistek, Pisti, soha semmit nem fogadhatsz el tőlem, ha most nem adsz enni a fiamnak. Fordítottak az eset.
Rabbi Meir Haimer Asura Csite. Rabbi Meir azt mondja, akkor tényleg ez komolyan kell venni. Soha többet nem vehet semmit a Pisti a Gábortól, hogyha a Pisti most nem ad a Gábor fiának enni. A bölcsek viszont azt mondják, Chamim, Ávzeyokhala, ha freszni, és lehet, hogy Chamim, jöjj, mert laj, Haré, Anik, Ilunis, Kabálti. A bölcsek szerint itt is, ha a kontextus olyan, akkor a Gábor feloldhatja a fogadalmát, mondhatja azt, jó, én azt akartam, hogy a fiamat etesd meg, de olyan tulajdonképpen, mintha megetetted volna. Miről van szó, hogy még abban az időszakban vagyunk, amikor a Gábornak a fiai kisebbek, és ő felelőssége etetni őket, és akkor gondolta, hogy akkor a Pisti nyugodtan levállalhatná egy napot, ő etesse őket, de most már megnőttek a fiúk, tehát ennek már nincs jelentősége, tehát így nem kell külön feloldozást kérni a fogadalomról. Oké, megyünk tovább. Hajjam ugyanígy a kontextus kapcsán, hajjam a szalebből illa szész bászakhajszaj, valakit nagyon rá akarnak venni, hogy vegye el feleségül a saját unokahúgát. Van már kajnöm se híne hennes lila ajlam. Nagyon nem akarta elvenni, és egy idő után már nem bírta tovább, hogy állandóan báderolják ezzel, és azt mondta, megfogadom, hogy soha semmilyen haszna nem lesz belőlem ennek a lánynak. Nem akarok. Vagy ugyanígy, hogy én nem meg az Istenbe, amár kainam, Isten is enne hennes lila ajlam. Ugye valaki elválik a feleségétől, és az elválásra azt mondja, válásra azt mondja, megfogadom, hogy soha többet semmi haszna ne legyen a volt feleségem meg belőlem. Hát én mutar, és le hannes le is, és kám az ellensúm is. Akkor ez esetben húzhatnak belőle hasznot, tehát nem kell ennyire komolyan venni, amit mondott, mert ő hogy értette, amit mondott? A nemi örömökre gondolt. Ugye azt mondta, nagyon akarták, hogy elvegye az unokahúgát, azt mondta, soha semmilyen haszna ne legyen belőle. Milyen haszna? Nemi. Nemi öröm haszna. Ugye így a feleségével elválnak, akkor nem úgy jött, hogy soha egy fagyit ne fogadjon el tőlem, hanem a nemi örömöket. Ugyanígy azt mondja a Misna, hajjam és szarebbe, ha vér és éjjel egyszer, hogy valaki nagyon próbálta rávenni a felebátyát, hogy jöjjön vendégségbe hozzá, amár kainem vészkosányi nichna, az tipa szönyösányi tajemleka, és azt mondtam, nagyon nem akart menni. Pisti próbálta a Gábort rávenni, gyere át hozzánk egy este, gyere. Gábor nem akarsz, hogy soha többet én be nem lépek a házadba, Pisti, és egy korty hideg vizet nem fogadok el tőled. Akkor ezt nem kell komolyan venni, mert mutani kell ezt a vészlist, és menni a cainén, akkor a jövőben szabad bemenni a Gábornak a Pisti házába. És még szabad hideg vizet is elfogadnia tőle, és én szkálom, hogy ez ellen sumakilöstia, mert ő nem így értette, ahogy mondta, úgy értette, hogy nem fog bejönni egy lakomára hozzá. Ugye Pisti meg akarta írni egy lakomára. Most ugye, amikor ilyen túlzásba esett, azt mondta, én soha be nem lépek, és egy pohár vizet nem fogadok el. De ezt mindenki érti, nem erről van szó, hanem arra, hogy egy lakomára bemenjen hozzá. Kedves barátom, idáig tartott a mai nap. Öröm és boldogság volt ismét együtt tanulni. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet. Holnap reggel, ugyanekkor, addig is kérem, hogy a fokhagyma rejtelmeit beszéljétek át, és valamilyen végleges döntéssel, eredménnyel gyertek. A viszontlátásra, viszonthallásra.